egekben a benzinára és határtalan a kormányzati cselekvőképtelenség. Azonnali intézkedéseket követelünk a Magyar Köztársaság kormányától. Nem szemfényvesztést, hanem a benzin, a gázolaj, az üzemanyagok árának drasztikus csökkentése irányába tett lépéseket. Ma már 364 forint a hivatalosan megállapított benzinár. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy tavaly januárban 317 forint volt a benzin, a 95-ös benzin ára. Jelentősen növekedett tehát 20%-kal egy év alatt a benzin ára, és egyben emlékeztetném a kormánypárti politikusokat, különös tekintettel Orbán Viktor magyar hangjára, Varga Mihályra, valamint Fónagy Jánosra, hogy miket mondtak korábban. Szijjártó Péter azt mondta, hogy a kőolaj világpiaci ára csak részben ok a benzinárának emelkedésére, ebben a forint árfolyamának mély repülése is szerepet játszik. Révész Máriusz azt mondta, hogy a forint árfolyam gyengülését okozó kormányzati magatartás áll a rendkívül magas benzinár hátterében. Fónagy János azt mondta, hogy a kormány nem tesz semmit az elszabaduló benzinárak visszaszorításáért, holott egy felelős kormánynak meg kellene védeni az embereket és a vállalkozókat egy ilyen mértékű áremelkedés következményeitől. Varga Mihály azt mondta, a kormánynak igenis van lehetősége a probléma kezelésére és a jövedéki adó csökkentésére, csak akarni kell. Nosza rajta, ha csak akarni kell, akkor arra kérjük a Fidesz-KDNP bűnszövetség vezette kormányt, akarják és csökkentsék a benzin és a gázolaj árát, mégpedig úgy, hogy ezt a korábban ők is javasolták, a jövedéki adó csökkentésével. A Fidesz-KDNP kabinett szóvivője azt mondta, hogy a kormánynak nincs napirendjén a jövedéki adó csökkentése, azonban ez számunkra elfogadhatatlan. A Magyar Szocialista Párt tagjai és a velünk szimpatizálók azt mondják, hogy az emberek 364 forintos benzint tankolnak, és nem szolgálati Audikkal járnak. Saját kocsiukba vagy vállalkozások autójába 364 forintos benzint kénytelenek tankolni, vagy egy drága gázolajt, vagy bármilyen más drága üzemanyagot, és nem pedig szolgálati Audikkal flangálhatnak fel és alá az országba vagy a városba. Éppen ezért a kormánynak meg kell hallania a mi követelésünket és az emberek követelését. A kormány mozdulatlansága előidézheti, hogy hamarosan, szakértők szerint 400 forint fölé emelkedhet az üzemanyagára. Éppen ezért a Magyar Szocialista Párt nevében azonnali cselekvésre szólítjuk fel a kormányt, és három dolgot kérünk, határozottan felszólítjuk a kormányt, hogy haladéktalanul csökkentse az üzemanyagok jövedéki adóját. Az így kieső bevételt ugyanis bőven fedezi a benzinre rakódó extra magas áfa többletbevétel. Második, felelős és a szükséges strukturális reformokat is magába foglaló gazdaságpolitikával stabilizálja a forint árfolyamát. Hármas, a demokratikus alapjogok újbóli biztosításával, többek közt a médiatörvény visszavonásával növelje az ország iránti nemzetközi bizalmat, s vele hazánk világgazdaságban betöltött pozícióját. Ezek azok az intézkedések, azok a lépések, amelyekkel el lehet érni, hogy Magyarországon rövid és hosszabb távon is jelentős mértékben csökkenjen az üzemanyag ára. Az első lépés a jövedéki adónak a mértékének a csökkentése, az a leggyorsabb és azonnali benzin üzemanyagár csökkenést eredményező lépés. A második, a strukturális reformokat is magába foglaló gazdaságpolitika, felelős gazdaságpolitika hosszabb távon is eredményezheti, hogy megnő Magyarország iránt a bizalom, ezáltal stabilizálódik a magyar forint árfolyama a dollárhoz képest, amelyben vásároljuk a kőolajat, az üzemanyagok alapanyagát. És természetesen a harmadik, a nemzetközi megítélés javításához szükséges, hogy ismét demokratikus útra térjen ez a kormányzat, és a demokratikus úton haladva visszaszerezze az ország iránti bizalmat, visszaszerezze Magyarország korábban megvolt nemzetközi tekintélyét. Ezek azok az intézkedések, amelyekkel el lehet érni, hogy jelentős mértékben csökkenjen a benzin ára, és így ezek az árak ne épüljenek be az életünk mindennapjának a részébe, ne legyen ezáltal drágább a kenyér, az élelmiszer, bármelyik fogyasztási cikk, amelyeket szállítanak, hiszen jól tudjuk, hogy a benzinára az valamennyi fogyasztási cikk árába beépül.